Több órás megfeszített munka és rengeteg érdeklődő szempár kíséretében emelték fel a Városház téren található alkotást. A több tonnás országalma megmozdítása ugyanis nem volt egyszerű feladat. Ha nem tudjuk felemelni, akkor fogom azt, megcsinálom innen. Az országalma 1943-tól két évig volt olyan állapotban, ahogyan elkészült. 1945-ben paravánnal vették körül, és harci jelenetet ábrázoló vászonnal takarták le az alkotást. Tetejére sarló és kalapács került. Az 50-es években a kőtömnek csak az alsó része állt. Az évszámokat leverték róla, majd helyreállították, de az évszámok és a kereszt csak később kerülhetett vissza. Többen úgy vélik, hogy amikor a 90-es évek közepén szétszették, utána kerülhetett vissza rosszul, az eredetitől eltérő állapotban az alkotás. Kocsis Balázs restaurátor több szakember bevonásával kutató munkába kezdett, hogy állítsák helyre az eredeti állapotot. Ebben a törekvésében a város vezetése is támogatta. Ez a felújítás, amiről a Fehérvár című újság is beszámolt, ez a felújításon túl az eredeti állapotban való helyreállítást is tükrözi, azaz azt, hogy ezúton is öltöztessük fel a város a 2013-as ünnepi emlékévre, és jelezzük azt, hogy az ünnepi emlékévben nem csak a rendezvények keretében emlékezünk, és ápoljuk a hagyományokat, és egy adott esetben elődeinknek az emlékét, hanem azoknak a alkotásoknak a felújításában és gondozásában is megtestesül ez, amit mondjuk 38-ra éppen az akkori ünnepi év alkalmából készítettek. Több fotó és régi könyv is előkerült, ami az eredeti állapotot tükrözte, így kiderült az eltérés is. Például ez a latin felirat az egyértelműen nem sok, csak 10-15 centit kell rajt mozdítani, hogy visszakerüljön abba a pozícióba, ahogy eredetileg volt. Ez talán azt mondja sok ember, hogy ez abszolút lényegtelen, lehet, hogy van is majd valami, de hogyha egyszer kitűztük célnak, hogy visszaállítjuk a 43-as állapotot, akkor viszont ezt csináljuk mi. Úgy tűnik, így hamarosan rendeződhet egy több éves adósság, és az országalma újra eredeti állapotában állhat a város szívében, ahogyan azt Ómann Béla megálmodta annak idején.